A Kárpát-medence a Karolinkorban és a magyar honfoglalás. Szőke Béla Miklós. 1. Az avarkor vége és a Karolink birodalom berendezkedése a Kárpát-medencében. Eddig is jól tudtuk, hogy a frankavar háborúk nem népirtó jelleggel folytak. Nagy Károly 791. Évi hadjárata inkább demonstratív célú katonai felvonulás, mint véres háború volt. A kaganátus széthullását alapvetően a két vezető méltóság, a kagán és a jugurrus kettős hatalmából eredő, 795 tájára már véres polgárháborúba, torkolló, belső feszültségek okozták. Ezért is tehette meg Nagy Károly, hogy inkább a diplomácia, mint a fegyverek erejére támaszkodjon, amikor mint korábban a langobárdok és bajorok esetében a Kárpát-medencében is a térség pacifikálásával, a keresztény hitre térítéssel és a birodalom vazallusi rendszerébe csatolással igyekezett hatalmát megszilárdítani. Ekkor tört meg végleg a szász és türing törzsek ellenállása, és értek be a szláv törzsek lakta széles keleti határsávban a Karolink expanzió gerjesztette változások is. A 800 körüli évek tehát a Karolink birodalom teljes északi és keleti határövezetében egyfajta cezúrának tekinthetők, politikai értelemben ettől kezdve beszélhetünk itt Karolinkorról. Az avarkaganátus romjain alakult új regionális politikai formációk nem csak az avarokkal, de a Karolink hatalom képviselőivel is harcba szálltak. Ennek egyik, frank évkönyvekben is rögzített eseménye a már keresztény Theodor Kapkan és népének Inter Sabariam et Carnuntum 805, azaz a mai Bécsi és Tulni medence területére költözése. Tévedés azonban ezt egyfajta vazallus avar fejedelemségként interpretálni, mint ahogy annak sincs valós történeti alapja, hogy a bolgár krunkán ekkor bármiféle módon beavatkozott volna a Kárpát-medencei eseményekbe. 805-ben a kagán, miután megkeresztelkedett a Fisa folyónál, s az Ábrahám nevet kapta, Nagy Károly kezéből, kapta vissza régi, hatalmát. Ezzel a kagán is, akinek uralmi területe ekkor már csak a Dunától keletre fekvő térségre korlátozódott, a Karolink birodalom vazallus fejedelmeinek státusába került. Nagy Károly számára láthatólag kielégítő megoldás volt ez, nem akart a térség hatalmi szerkezetében mélyebbre nyúlni. A kaganátus negyedévezredes történetének záró akkordja a status quót szentesítő áséni béke 811. A Dunától nyugatra fekvő, talán még az avar kaganátusból örökölt területi egységek, melyeket Klávinia, Avaria és Pannonia e néven említenek a források, a Karolink birodalom legkeletibb tartományai lettek, igazgatásukat részben a birodalmi, részben a helyi arisztokrácia soraiból kikerülő főhivatalnokok, DASZ, végezték. Ezzel szemben a Dunától északra alapított Ómorva fejedelemség és az avarok maradványkaganátusa, vérségi alapon. 2. Álló, gentilis intézményi rendszere érintetlenül maradt. Az avarok lazábban, a frank uralkodónak tett hűbéreskű és az elit inkább csak formális keresztény hitre térése révén, míg a morvák szorosabb szálakkal, a társadalmi, gazdasági berendezés bizonyos elemeinek átvételével és az egyház szélesebb társadalmi rétegekre kiterjedő missziós tevékenységének aktív támogatásával kötődtek a Karolink birodalomhoz. A birodalom keleti végeinek a század végéig már változatlan, szilárd közigazgatását 828-ban Jámbor Lajos teremtette meg, az addigi provinciákat kisebb egységekre bontotta, s grófságok egész láncolatát építette ki. A Dráva Száva közének keleti felét elfoglaló bolgárok miatt lecsökkent Pannonia Inferiorhoz került a Dunántúl déli fele, míg a korábban az egész Dunántúlt magában foglaló Pannonia Superior a Bécsi és a Tulni medencével együtt a Rába és a Duna közti területre változott, amin belül Tulln központtal radbott prefektus, míg tőle délkeletre Riheri Savariai grófsága, első okleveles említés 844 jött létre. Szavária, Szombathely területén azonban egyelőre nem ismert olyan régészeti emlékanyag, amely megnyugtató módon igazolná, hogy a grófság székhelye azonos egy a korábbi római város romjai fölé rekonstruált Karolingvárral. Alsó Pannóniában, a Zala folyó alsó folyásvidékén egy bizonyos Privina kapott nagy kiterjedésű hűbérbirtokot 838-840. A Duna feletti területről, Mojmár Morva fejedelem által 830 táján előzött Privinát előszeretettel nevezik nyitrai fejedelemnek, holott a források köztük az életéről legbőségesebben tájékoztató Conversio Baguariorum et Carantanorum soha nem említi, gentilis, duxként, s nyitrán sincs nyoma karolinkori fejedelmi székhelynek, ahogy az állítólag Adarra mérsek által felszentelt templomának sem. Privina nagy valószínűséggel olyan magas rangú, karrierjét talán még a kaganátusban kezdő, majd Mojmár környezetében folytató hivatalnok, aki, miután összetűzésbe került urával, menekülni kényszerült. Privina speciális képességei, kapcsolatrendszere jól jött a káderhiányban, szenvedő német Lajosnak, aki ezért szívesen befogadta, megkereszteltette, majd, miután a rábízott terület megtérítésében játszott aktív részvételével bizonyította, hogy hűséges alattvaló, az alsó Pannóniában addig hűbérben birtokolt területek nagy részét teljes tulajdonába adta neki, 847. 2.
A Dunántúl karolinkori régészeti emlékanyaga. A gyors politikai változásokat a szellemi és anyagi műveltség lassúbb és egyenetlenebb változása követte. De nem csak a kultúraváltás üteme, jellege is eltért az addig megszokottól. Amíg ugyanis a germán és avar, majd a honfoglaló magyar törzsek Kárpát-medencei megjelenése értelemszerűen a térség népi összetételében is változást hozott a karoling. 3. Birodalom terjeszkedését nem kísérték ilyen jellegű népmozgások. Legfeljebb belső átrendeződésről beszélhetünk, mint amilyen Teodor Kapkan és népének áttelepülése, vagy az addig csak igen gyéren lakott Enns és bécsi erdő közti határtérségnek a keletről és nyugatról egyszerre induló újbóli benépesítése voltak. A karoling birodalom terjeszkedésének célja és lényege ugyanis nem egy új haza keresése, hanem a kereszténység terjesztésén és a hűbéri rendszeren keresztül a szellemi és gazdasági függőség kiépítése a renováció imperiel szavát zászlójára tűző frank uralkodóház példaképéhez a római birodalom terjeszkedéséhez hasonlóan. Ehhez pedig elegendő volt a politikai elit orientációváltásának kikényszerítése, vagy rosszabb esetben hatalmi pozícióinak elfoglalása, kulturálisan pedig a hódító műveltségének befogadása, akkulturációja. A Karoling Pannonia régészeti emlékanyagában különösen jól modellálható az akkulturáció folyamata, ami alig egy évszázad alatt három igen jelentős politikai, hatalmi szerkezetváltással együtt járó gazdasági és kulturális átalakulást, három domináns a pogány avart követően a nyugati keresztény, majd újra a pogány magyar kultúrához való alkalmazkodást, az abba való beilleszkedés módját, mélységét s bizonyos vonatkozásokban kudarcát jeleníti meg. A 9. század első néhány évtizede még sokkal inkább nevezhető avarkor végi fázisnak, mint a karolingkor korai időszakának. A lakosság nagy része tovább használta ősei pogány temetőit, melyek szerkezetükben a sírépítmények, a koporsó készítés és a mellékletadás elemeiben szerves folytatásai a késő avarkori temetőknek. A halott hamvasztás épp úgy része maradt a temetkezési szokásoknak, mint a lovas temetkezés, sőt új temetkezési módok, például padmajos és halmos temetkezések is megjelentek, az Inter Sabaria Mete Carnuntum megtelepült csoport temetkezésére pedig jellemzővé vált a szimbolikus állattemetés, a csonkolt marha, ritkábban lyukoponya sírba tétele. Csak a viseleti és ékszeranyag változása, a soktagú öv fokozatos eltűnése, továbbá új fegyvertípusok feltűnése jelzi, hogy megváltoztak az életkörülmények, a gazdasági környezet és a kulturális kapcsolatrendszer. A térítés első eredményei a 9. század 30-as, 40-es éveire kezdtek beérni, párhuzamosan a karoling adminisztráció megerősödésével, az első grófi székhelyek, nemesi udvarházak és templomok megépülésével. A szolgáló népek továbbra is a templomtól távol, külön temetőben temetkeztek, de sírjaik már következetesen enyká tájolásúak, szerkezetük leegyszerűsödött, mélységük lecsökkent, kevesebb a sírépítmény, a sírgödörben összerótt nehéz fakoporsó. Új jelenség a késő antik időkben a kora keresztényeknél általánosan elterjedt részleges vagy teljes kőpakolás szokásnak felelevenedése. A század második harmadának végére még. 4. Ritkábbá vált a pogány étel, baromfi, tojás és ital, agyag és faedény áldozata, inkább csak egy-egy kis család szokása maradt. Az alsóbb néprétegekénél sokkal látványosabb volt a templom köré temetkező elit akkulturációja. Temetkezési szokásaiban a keresztény előírásokat szigorúbban megtartotta, mint az ómorva vagy óhorvát gentilis fejedelemségek elitjei, így például a templom mellé soha nem temetkezett fegyverrel. Viselet vonatkozásában azonban felemás módon viszonyult az avar tradíciókhoz. Amíg ugyanis a férfi viseletet a karoling birodalomból jól ismert tárgytípusok, övdíszek, sarkantyú garnitúrák határozták meg, a nőket továbbra is a volt avar kaganátus elitjének ékszerkészlete tartotta bűvkörében. A szakirodalomban hagyományosan bizánci-orientális stílusú, veligrádi, típusúnak nevezett ékszerek formakincse, készítési és szerkesztési elvei, az alkalmazott ötvös technikák a késő antik bizánci ötvösségben gyökerező késő avar és avarkor végi női ékszereknél köszönnek vissza, a térségben tovább dolgozó ötvösöktől valójában továbbra is ezeket a típusokat rendelték meg. 3. Mosaburg, Zalavár. A karoling birodalom elitkultúrájának a monumentális építészeti emlékektől a kisleletekig terjedő széles spektrumát a Kárpát-medencében egyedül Mosaburg, Zalavár régészeti hagyatékából ismerhetjük meg. Alsó Pannonia közigazgatási és egyházi központja, Privina és Csézil grófságának székhelye a salzburgi fejlesztéseknek köszönhetően gyorsan virágzó, városias településsé fejlődött, ahol Liupram és Adalvin érsek kíséretével együtt többször is szívesen töltötte el a téli hónapokat. Mosaburg első temploma Keresztelő Szent János tiszteletére a 840-es évek elején fából épült, s elsősorban a helyi pogány lakosság megkeresztelésére szolgált, de az első évtizedben a missziós központ szerepét is betölthette. 10 évvel később 850.
január 24-én Szűz Mária tiszteletére szentelték fel Privina magántemplomát a Vársziget déli felében álló erődített udvarházában. Majd a 850-es évek közepén a salzburgi liupramérsek egy tiszteletre méltó templomot építetett fel, ahol Hadrianus mártír pihent eltemetve. Ennek a templomhármasnak az elkészültével Salzburg minden feltételét teljesítette annak, hogy Mosaburg az episzkopális templomcsalád kritériumainak megfelelve egy általa irányított pannon püspökség székhelyévé válhasson, s szellemi vonatkozásban is a birodalmi központok szintjére emelkedjen. Ebben az utolsó fázisban azonban második. Hadrianus pápa Cézilkoz. Elhathatós közreműködésével Metódot szentelte Pannónia érsekévé és a morvák püspökévé. Ő. 5. Foglalta el a salzburgiak által kiépített püspöki székhelyet, s tette meg a Hadrianus zarándok templomot főszékes egyházának 869. Mosaburg fejlődésének csúcspontja a század utolsó két évtizede, amikor Arnulf király pannóniai székhelye, Regia Civitasa lett. A közelmúltban kerültek elő kőpalotájának alapjai, amely Nagy Károly paderborni palotájához hasonló méretű és alaprajzú. Arnulf 888, 889 és 890-ben is hosszabb időt töltött itt, s több adománylevelet állított ki mosaburgi hely megjelöléssel. A város védelmét az uralkodó az egyre fenyegetőbben támadó magyarokkal szemben Braslav hercegre bízta, 896, amely feladatot Braslav Arnulf halála, 899 után is ellátta. Ezért is keresendő itt és nem a humanista Aventinus által tévesen azonosítva Pressburgnál Pozsonynál az Annales Juvavenses Maximiben említett Brézalauspurc, ahol 907. júliusában Liutpold herceg vezetésével a bajor sereg katasztrofális vereséget szenvedett, s a Kárpát-medence végleg a honfoglaló magyarok uralma alá került. A Vársziget legjelentősebb szakrális épülete a sziget közepén emelkedő, 50 méter hosszú, háromhajós, félköríves szentélyzáródású Hadrianus zarándok templom. A Karolink birodalom keleti határterületének legnagyobb temploma összetett liturgikus programja alapján is messze kiemelkedik a térség templomai közül. Legjellegzetesebb építészeti eleme a mártírsír megközelítését lehetővé tevő a birodalom más területein is ekkor alkalmazni kezdett folyosókripta, ami külön templomként a templomban látványos vándormisét tett lehetővé. A zarándok templom építéséhez a salzburgi érsek küldött kőműveseket és festőket, kovácsokat és ácsokat. Ugyancsak az ő megbízásából érkezhetett az a Bizáncban iskolázott, de rajnai üvegműhelyből származó nyersanyagot használó mester, aki ólomkeretbe foglalt, színes és festett üvegablakokkal díszítette a templomot, és az is, aki a templom mellett öntötte ki a karolinkor eddig ismert legnagyobb harangját a templom számára. De a templom közelében készültek a templom belső díszítésének márványkeménységű, kemény mészkő faragványai is, amit a nagy tömegben megtalált kőforgácsok igazolnak. Feltehetően már Metód idejében alakították át a templom belsőt úgy, hogy a főhajós a mellékhajók közötti sávba bizánci mintát követve melmagasságig érő kőlapokat, szentélyrekesztőket állítottak, elzárva ezzel a főhajót a zarándokok elől, akik csak az oldalhajókat használhatták. Az érseki és királyi falc rangjához illő, kiemelkedő tudású, specializált kézművesek további műhely maradványai is előkerültek a Hadrianus templomtól északra elterülő műhelykörzetben. Az agancs és csont megmunkáló mesterek díszesen faragott ír és sótartókat, fésüket, továbbá ládikák és könyvtáblák díszéül szolgáló agancslapocskákat készítettek. Az ötvösök ezüst maradványokat tartalmazó öntőtégelyei és öntőmintái, speciális szerszámai, fenő és köszörűkövei ugyancsak előkerültek. A szövőházakban az úgynevezett 6. álló szövőszékek számára speciálisan lemélyítették a műhely alját, s a városnyi lakosság ellátását szolgálták a nagy kőkemencés konyhák, deszkával vagy vesszőfonattal bélelt hombárok és olyan agyakba rakott kövekkel kifalazott mély kerek gödrök, közepükben vastag fahamut tartalmazó, nagyméretű kőkemencékkel, amelyek nagy valószínűséggel sörfőzők voltak. Több ezer töredék került elő abból a változatos formakincsű, fényezett felületű, aranyló-sárgás-vörösre égetett díszkerámiából, ami alapján rekonstruálhatjuk a helyi előkelők asztali étkészletét. Ezek sima felületére néha feliratokat karcoltak használóik, akik több írásrendszerben is tájékozott írástudók lehettek. A latin betűkkel írt görög mondás piézeses mellett a legfőbb búbolgár pogányisten, tangra vagy tengri rovás jelekkel bevésett neve ugyanúgy megtalálható, mint ennek keresztényesített, pecsételt változata. Végül a 866-867 elén tanítványaival együtt Cézilkoz. Eludvarába érkezett az igét szláv nyelven hirdető és emiatt egy új írást is kifejlesztő bizánci testvérpár, Konstantin és Metód, működésük emlékei azok az oblaglagolita betűs felirat töredékek, amelyek az alavári ásatások legszenzációsabb leletei. 4. Avarok és magyarok a Dunától keletre. Az avar kaganátus törzs területe a 9. század első harmadának végére két nagy politikai és kulturális tömbre szakadt.
Pannonia provincia e Alsó-Ausztria a Dunántúl és a Dráva-Száva közének területe a Karolink Birodalom közigazgatási és egyházi provinciáinak rendszerébe tagozódott központjaiban, mint Mosaburg, Zalavárott a korabeli Nyugat-Európa fejlett civilizációjának minden vívmányát ismerték és használták. Ezzel szemben a Duna-Tisza közére és vagy csak a Tiszántúlra visszahúzódott maradványkaganátus anyagi műveltségére alapvetően a késő avar tradíciók őrzése és monoton ismétlése a meghatározó, lásd például Tiszafüred. A kulturális kapcsolatrendszer újbóli keletre fordulását csak az étkezési kultúra néhány új eleme, új edénytípus, forma és díszítésmód jelzi, a kutatás azonban egyelőre még a keltezéséről sem tudott konszenzusra jutni. A Dunától keletre és nyugatra fekvő térség közötti éles kulturális kontrasztnál is fontosabb és meghatározóbb, hogy az Alföldön nem alakult ki az avar és a honfoglaló magyar régészeti emlékanyag között egy olyan lelethorizont, amit a Dunától nyugatra karolinkorinak nevezünk. És ezt a sajátos hiányt az írásos források is igazolni látszanak. A frank évkönyvek beszámolói szerint az avarkövetek egészen 828-ig képviselték a kagánt a birodalmi. 7. Gyűléseken azután néhány évtizedig nem hallunk róluk hírt, de amikor újra megszólalnak, már nem az avarokról, hanem következetesen a magyarokról esik szó. Az első említés 862-ből származik, amikor a nagy műveltségű Reimszi Hinckmar érsek arról tudósít, hogy eddig ismeretlen ellenséges népek, akiket magyaroknak Ungri neveznek, pusztították Német Lajos királyságát. Szokás erre a korai adatra úgy tekinteni, mintha itt a Kárpátoktól keletre élő magyaroknak valamiféle korai kalandozásáról lenne szó. Ha azonban ezek a magyarok a Német Lajos és fia Karman közötti hatalmi harcokban vettek részt, miként a morvák is, amiről csak a konverszió Privina halálának körülményeire utaló félmondatából értesülünk, akkor már a Kárpátok koszorúján belül kellett, hogy éljenek, különben a gyakran változó erőviszonyok és hadiszerencse miatt nem tudtak volna megfelelő időben és hatásosan bekapcsolódni a küzdelmekbe. Ezt látszik igazolni az Annálész juvavenses Maximi krónikása, aki 881-ben már az alsó-ausztriai Duna mentén fekvő Wilhelminek birtokain folyó harcokban résztvevő magyar, ungari és kabar-koveri törzsek között is különbséget tudott tenni. Alig ha tartotta volna fontosnak az évkönyvíró ezt a különbségtételt, sőt valószínűleg nem is lett volna képes megkülönböztetni a törzseket, ha az etelközből egyszeri kirándulásra érkező, alkalmi megbízás teljesítő csapatokról lett volna szó. A salzburgi krónikás olyan természetességgel nevezte meg a harcban résztvevőket, ahogyan arra csak egy a magyar törzsek megkülönböztető jegyeit is alaposan ismerő, tájékozott ember képes a Pannóniában évtizedek óta sikeresen térítő salzburgi szerzetesek között nem is egy lehetett ilyen. Ezek a magyar és kabar törzsek tehát már régebb óta a krónikás látóterében, a Dunától keletre eső térségben élhettek. Végül érdemes felidézni Jajáni 870-880 táján született leírását a magyarok országáról, amely a Fekete-tengerbe ömlő két folyó, az Attil egyenlő Don és a Duna között etelközben terül el. Jajáni a szlávok oldalán fekvő Dunát sokkal hosszabb szakaszon tekintette határnak, mint ahogy azt hagyományosan csak a bulgáriai aldunai szakaszra vonatkoztatják. Ennél a folyónál lakott ugyanis a keresztény morvák népe is, akikről csak akkor volt értelme írni, ha ők is a magyarok szomszédjai. Ez pedig csak a Kárpátok koszorúján belül volt lehetséges. A magyar honfoglalásról a romantika idejében kialakult történeti tablót időszerű lenne tehát újra gondolni, és komolyan számolni azzal a realitással, hogy a magyarok legkésőbb a 9. század közepe tájától nem csak jelen voltak a Kárpát-medencében, de katonailag is számításba vehető és veendő erőt képviseltek. A magyar honfoglalás tehát nem egyetlen aktusban, hanem folyamatosan, szinte észrevétlenül, több évtizeden át zajlott, s a 895-896 évek nem a kezdő, hanem ennek a folyamatnak a befejező dátumai. 8. Régészeti oldalról ezért végre fel kellene hagyni azzal az egyoldalúsággal, amely csak az avar emlékanyag keltezését igyekszik korrigálni, és egészen a 9. század végéig kitágítani, hogy az avar és magyar lelethorizont közvetlen találkozására feloldást találjon. Végre a másik oldalt is ellenőrizni kellene, s a honfoglalók első nemzedéke általános elméleti problémáját a magyar honfoglalás vonatkozásában is felülvizsgálni. Magyarázatot kellene találni például arra a jelenségre, hogy miközben a szarmata vagy az avar első nemzedék régészeti emlékanyaga ismeretlen, azaz a történeti forrásban pontosan keltezett első megjelenés és a gyakran pénzzel is keltezett régészeti leletanyag között rendre egy nemzedéknyi, mintegy 30 év hiátus mutatható ki, így például az 568-ban a Kárpát-medencébe beköltöző avarok első, biztosan keltezető leletei a század végéről származnak, a magyar honfoglalókhoz már a 10. század elejétől nagyszámú leletet tudunk kötni.